Anna, a magyar színház művészet kiemelkedő alakja 1842. május 27-én hunyt el Pilisvörösváron. A régi köztemetőben temették el, majd a régi temető felszámolása miatt síremlékét és földi maradványait 1927-ben áthelyezték a Csobánkai utcai új temetőbe. Az egyes sírparcellában lévő síremléket Fogarasi Attila helytörténész kezdeményezésére 2014-ben a Nemzeti Kegyeleti és Emlékhely Bizottság a Nemzeti Sírkert részeként országos védelem alá helyezte. A színésznő születésének 250. évfordulója alkalmából emlékévet hirdettek Pilisvörösváron. Ennek a nyitó ünnepi eseménye a sír május 30-ai újra szentelése volt a pilisvörösvári köztemetőben. A megjelenteket Valahi Katalin, a Művészetek Háza igazgatónője köszöntötte. Majd elsőként dr. Fetter Ádám, Pilisvörösvár polgármestere mondott beszédet. 250 éve született Mór Anna, a magyar színjátszás első ünnepelt csillaga, az első állandó magyar színtársulat legtehetségesebb hölgytagja, az első magyar Júlia. Az évforduló kapcsán emlékévet hirdettünk városunkban, ahol életének utolsó másfél évtizedét töltötte, és ahol porai nyugszanak. Az emlékév keretében került sor síremlékének felújítására a pilisvörösvári temetőben. A továbbiakban kiállítás és színházi előadás megrendezését és egy róla szóló könyvkiadását is tervezzük. Korábban Marlok István pilisvörösvári plébános, Fogarasi Fetter Mihály és jelenleg Fogarasi Attila, nyugdíjas tanár és helytörténész munkájának köszönhetjük, amit eddig az ünnepelt színésznőről tudunk. A korabeli újságok mindvégig elismeréssel illették a színésznőt, Kazinci valósággal rajongott érte, felejthetetlen náninak nevezve őt. Kétségkívül ő volt a Magyar Színjátszó Társaság legtehetségesebb és legkiválóbb művésze, a társaság megszűnése után azonban Mór Anna csak a színháztól vonult vissza, a társasági életben továbbra is aktívan részt vett. Férjével, Rehák Józseffel 1828-ban költöztek Pilisvörösvárra, több adományt tettek a helyi egyházközség számára is. 1829-ben egy gyönyörű keresztelő kutat adományozott a színésznő a plébánia templomunknak. A város polgármestere után Kósa Grimm András Kristóf, a Nemzeti Örökség Intézetének Nemzeti Emlékezet Osztályának vezetője beszélt arról, hogy az intézet kiemelt célkitűzése, hogy a múlt jelentős alakjait és eseményeit megismertessék a jövő generációival is. És így újult meg idén tavaszra Mór Annának, a Kelemen László igazgatta első hivatásos magyar színtársulat vezető színésznéjének sírhelye közel 1,5 millió forintból, itt a pilisvári, pilisvörösvári köztemetőben. A Nemzeti Örökség Intézetének fontos célja az, hogy a hozzá hasonló személyek ne csak a helyi közösségek számára legyenek ismertek, hanem minél többen tudomást szerezzenek arról, hogy itt, a mai Pilisvörösváron élt a hazai színjátszás egyik jelentős alakja, aki korának színésznő ideája volt, efelől pillanatnyi kétségünk sem lehet. Dr. Gajdó Tamás, az Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet színháztörténésze néhány szóban beszélt a Mór Anna korabeli színjátszásról. Mivel nincsenek adataink arról, hogyan került Mór Anna a Pesti Magyar Társaság tagjai közé, s miért választotta hivatásul a színészetet, inkább szépirodalmi feldolgozások születtek az úttörő magyar színésznőről. A legismertebbet Jókai Mór írta Thespis Kordéia címmel. Vörös Marti Mihály Árpád ébredése című művéből tudjuk, hogy mely erőkkel kellett dacolni annak, aki a 18. század végén, a 19. század elején a színészi pályát választotta. Irítség, részvétlenség, megvetés, gúny, rágalom, csáb, kajánság,
Héhalál. Móra Annát elsősorban az irigység üldözte, Liptai Mária és Sehi Ferenc képében. Nem szívesen emlegetjük, de az első magyar társulat gyors megszűnéséhez, a tagok összeférhetetlen magatartása, a színházi világban gyakori pártoskodás is hozzájárult. A bemutatók színlapjai arról tanúskodnak, hogy dacára az intrikáknak Móra Anna gyakran kapott főszerepet. Ő alakította Angyelikát Bessenyei György a Filozófus című művében, ő volt az első Julia Shakespeare tragédiájában, melyet a német Weyse átdolgozásában adtak elő, megszemélyesítette Voltaire hősnőit, Alzírt és Zaidot, Etelkát Dugonics András és Rós Mihály drámájában, a Megszomorított ártatlanságban, valamint Bátori Máriát Dugonics művében. Hegedűs D. Géza, Jászai Mari és Kossuth Díjas érdemes és kiváló művész, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja, a Magyar Színházi Társaság elnökségi tagja, a színházi szakma nevében mondta el beszédét. Felidézett egy Kodály Zoltánnal készített interjút, melyben a zeneszerző a magyar zenei kultúrával kapcsolatos nehézségekről beszél. A színművész ezt állította párhuzamba a színházi élettel. A semmiből kellett a saját kultúránkat újra teremteni. Nem volt hagyomány. Más kultúrai országoktól láthatták, élhették meg élményként, hogy valami ilyesmit kell csinálni. És ezért csodálatos és óriási tett, hogy ez a kis trupp, ez a csapat 1791-ben nekiindult a világnak. És ma itt, a mi természetes, kulturális közegünkben, a szépségében a természetnek, építészetnek, zeneművészetünknek, irodalmunknak, képzőművészetünknek, mind-mind a legtermészetesebbnek tekintjük. De ha ők nincsenek, akkor mi se vagyunk ma olyanok, amilyenek vagyunk. Végezetül Fogarasi Attila helytörténész szavalta el erre az alkalomra írt versét. Ím itt ekő, alatta ő, az első Júlia, szépsége holt, dermedve zord halálban loknia. Karja nemes ivéncsünk egykora férfi szem, gyönyört mohón titkon rabol, álmodva kélyesen. 16 évesen színpadra lépve fel, ki látja őt, előtte mélyen meghajol, a híre szányra kell. Mindszent haván felzúg a taps, Rivalda fénye hull, teátrum az, kolostor egykoron, nézősereg hol felvonul. Hamlet helyett egy könnyedebb, lenge darab volt aznap este tűzve műsoron, de emléke megmarad. Még ha oly gyengécske is, s nincs katarzisa, mint elhagyott egyház, harom, oltára nincs, se apszisa. A parteren a taps ováció nyomban magasra csap, magyar beszéd, német színpadon, régen várt pillanat. A beszédek és a vers után Balla Sándor plébános megszentelte a sírkövet, és a megjelentek elhelyezték koszorúikat a sírnál. A zenei aláfestésről a Cifra György Zeneiskola két tanára, Kozek Balázs és Szelémi Márkó gondoskodott.